Szervusztok, kedves hallgatók! Ez az önkényes mérvadó Csunderlik Péterrel, Puzsér Róberttel, én pedig Horváth Oszkár vagyok. Eközben Joe Biden várakozik, és Trump bemosakszik egy bejelentésre. Biden a bejátszók között várakozik, ne várakoztassuk tovább. Joe Biden nem hidegháborút, hanem versenyt akar Kínával. A többi között erről is szó esett azon a 3 órás megbeszélésen, amelyen Joe Biden amerikai elnök és Xi Jinping kínai elnök vett részt a G20 csúcs találkozó előtt. A két államfőnek ez volt az első személyes találkozója, amióta Biden csak nem 2 éve hivatalba lépett. Az orosz-ukrán háború kapcsán mind a kínai, mind az amerikai vezető egyetértett abban, hogy soha nem szabad nukleáris háborút vívni, és ellenzik az oroszok ilyen jellegű fenyegetését. A tajvani kérdés is szóba került, kínai elnök szerint ez az első számú átléphetetlen vörös vonal a két nagyhatalom kapcsolatában. Szerinte ezt a kínai népnek kell megoldania, és reméli, hogy az Egyesült Államok eleget tesz kötelezettségvállalásainak. Az amerikai elnök szerint az Egyesült Államok és Kína osztoznak a felelősségben, hogy megmutassák a világnak, képesek kezelni a nézeteltéréseket, és megakadályozni, hogy a vetélkedés konfliktussá váljon. A tárgyalásokat jövőre folytatják. Hát nyáron közel jártunk ahhoz, hogy Nancy Pelosi legyen a 3. világháború Ferenc Ferdirándja, amikor a képviselőház elnökeként a kínai fenyegetés ellenére elutazott Tajvánba, és akkor mozgósították a kínai flottát, ugye az amerikaiak is mozgósítottak, tehát elképesztő erőket vontak össze. Nancy Pelosi végül leszállt Tajvánba, és hiába fenyegetőztek a kínaiak, végül hát vissza kellett vonulniuk, ami azért mutatta, hogy bármennyire is példátlan volt az a kínai gazdasági növekedés, és bármennyire is szuperhatalmi státuszba került Kína, azért jelenleg az erőviszonyok mégis az Egyesült Államok mellett szólnak. Azért döbbenetes, hogy az USA mai napig is az Egyesült Államok költ a legtöbbet a fegyverkezésre, 7-szer többet, mint a második helyzet Kína, és összességben sokszorosát ugye minden más országnak. Nagyon jelentős még mindig az erőkülönbség, noha gazdaságilag persze Kína fölzárkózik, és ez egy nagyon komoly félelmet jelent, hogy Kína a gazdasági érettörése mellett mikor próbál meg katonailag is érettörni. Igazából ez azért érdekes kérdés, mert tavaly volt 50 éve annak, hogy Henry Kissinger Kínában látogatott, és aztán Richard Nixon is. Ugye a mai Kína az valamennyire az Egyesült Államoknak a teremtménye. Tehát a Szovjetunióval szemben a hidegháború idején Kissinger konzervatív realista külpolitikusként úgy döntött, hogy a hidegháborúban egy kommunista Kínát is szövetségesként lehet kezelni a nagyobb fenyegetéssel a Szovjetunióval szemben, mert akkoriban Kína és a Szovjetunió viszony elmérkesedett. Kínát beemelték a diplomáciai játéktérre, szövetségesként kezelték, és a 80-as években pedig rengeteg különböző reformer ment Kínába, akik a Deng Xiaoping reformjai mellett ugye próbálták valahogy Kínát kapitalizálni. Nemrégiben hújt Kornay János, magyar közgazdász, aki a Hiány című könyvében bemutatta a tervgazdaságnak a hibáit, hogy ez hogyan vezet szükségszerűen hiányhoz, valamint fekete gazdasághoz, a 70-es évek végén, 80-as évek elején kritizált a szocialista rendszert, és Kornay egyike volt azoknak a vezető közgazdászoknak, akiket Kínába is utaztattak. Kornay előbb taníthatott a Harvardon, mint Budapesten az akkori Marx Károly, a mai Corvinus Egyetemen. És a halál előtt, tényleg zseniás közgazdász volt a Kornay, halál előtt nyilatkozott, és magát Frankenstein professzorhoz hasonlította, hogy ők voltak azok, akik liberálisként keresztül vitték, megtanították a kínaiakat, hogy miképpen kell reformálni egy szocialista tervgazdaságot egy piacgazdaság felé, és így létrejött a mai Kína, mint államkapitalista gazdaság, mert azt hitték, hogyha egy gazdaságot liberalizálnak, kapitalizálnak, akkor szükségszerűen a politikai rendszer is liberalizálódni fog. Ebből indultak ki, és aztán kiderült, hogy nem. Ez nem következett el. Kína lett a példa arra, hogy egy államkapitalista piacgazdaság mellett továbbra is ott marad a pártállami diktatúra, és egészen az utóbbi időkig ez nagyon hatékonyan működött. Úgyhogy hát a napjaink hidegháborúja az USA és Kína konfliktusa, és ami miatt még tanulságos ez a hír, hát ugye Putyin nincs ott a G20-on, ami most ugye G19, és úgy tűnik, hogy a világ fontos döntései az USA és Kína közti megegyezésekről fognak szólni, és Oroszországot kiadják belőle jó darabig. Az egyik 19, a másik egy hiány 20, igaz? Én azt látom, hogy az oroszokkal élesedő nemzetközi helyzet az közel sodorta Amerikát és Kínát egymáshoz. Csak úgy, mint 50 évvel ezelőtt. A helyzet nagyon hasonló. És pedig azért is, mert Donald Trump legfőbb külpolitikai riválisának
nagyon nyíltan, nagyon frontálisan, ebből kvázi emblémát gyártva önmagának, Kínát helyezte. Márpedig a Trump és Biden közti, vagy a republikánus troll politika, vagy a republikánus párt troll szárnya, ezt most már így kell mondani, és a demokrata elit közti feszültség, az ahhoz vezetett, hogy a demokrata elit az kifejezetten Oroszországgal szemben határozta meg az Egyesült Államokat, kvázi átpozícionálta a Trump-féle külpolitikát. Kína ellenességről orosz ellenességgé. A legutóbbi, a friss nemzetbiztonsági stratégia még mindig Kínát helyezi első számú fenyegetésként. Tehát még mindig Kínát tekintenek. De ehhez képest mit látunk? Amerika proxy háborút folytat Oroszország ellen, Kínával pedig csúcs találkozót rendez, ahol kölcsönösen megerősítik egymást abban, hogy Oroszország agresszor, kölcsönösen megerősítik egymást abban, hogy az atomháború senkinek nem érdeke, a békés rendezés tervét vázolják fel, kvázi, mint amikor Gorbacsovot és Ronald Reagant láttuk megállapodni a nukleáris atomtöltetek leszereléséről. A hidegháború ebből a szempontból nem változott, ez egy hidegháborús helyzet az USA és a Kína között, gazdasági rivalizálással és katonai rivalizálással is. Hát az USA egy nagyon komoly szövetséget épített ki India, Ausztrália, Japán között, ugye magas ez a Quad, meg hát ott az AUKUS szövetség is, tehát nagyon bekeríti Kínát. Egyébként Barack Obama volt az, aki 2008-tól a csendes óceáni térségbe kezdte helyezni az amerikai erőket, és mondjuk Trump is beilleszkedett ezzel, csak Trump kifejezetten ilyen belpolitikai, gazdasági szempontból, hogy a kínai termékekre kivetett vámokkal egy gazdasági háború kezdett. Igen, Trump valójában nem politikai konfliktust. Egy belpolitikai kínai konfliktus, tehát ő Kínát belpolitikai tétként kezdte használni. És végül, mert milyenek a mítoszok, ha nem igazságosak, végül ebbe bukott bele. Végül a Kína ellenességének, vagy Kínával meg a kínaiakkal szembeni fóbiájának a következménye lett, amikor hát a Covid-ra ő azt mondta, hogy ez egy hoax. Ez egy kínai betegség, ez egy kínai fertőzés, ez egy kínai járvány. Ja, amikor Kína szabadította a világra, amiben egyébként igazat mondott. Tényleg így van. Tényleg Kína szabadította a világra. De nem vette kellően jókor, ráfogta a kínaiakra, és ezt a demokrata média gépezet még pont jó időben tudta ellene fordítani, hogy már ne lehessen az antitézisét legyártani, és kvázi a Foxon ellen műveletként szembeállítani. Igen, először nem akart elhinni, hogy önmagában létezni ez a betegség, akkor mondta, hogy hoax az egész, meg hogy lényegében fake news, kitaláció, és amikor elfogadta, hogy létezik ez a betegség, akkor hogy a kínai betegségként hivatkozott. Mert bele kellett illeszteni a saját narratívájába, tudod? Ő már elmagyarázta Kínáról, hogy Kína veszélyes, Kína problémás, ellentétben Oroszországgal, nem tudom nem látni a rendszerszerűséget abban, hogy Donald Trump kvázi kivonul a világból, föladja az Egyesült Államok világhatalmi pozícióit, arra hivatkozva, hogy az európai szövetségesek nem fizetik rendesen a védelmi költségvetésüket, tehát kvázi egy... Védelmi pénzt akart szedetni azért, hogy az Egyesült Államok ott van mondjuk Németországban, és Oroszországtól megvédi. Igen, csak ott már az volt a mondás, hogy most már késő. Most már hiába is fizettek. Eddig kellett volna. Most már nagyon sajnáljuk. És ugye feladta Európát. Kinek volt ez az érdeke? Ja, és a Brexit... nem mellesleg ugyanannak a Cambridge Analytica-nak a segítségével, meg kivonta Nagy-Britanniát Európából. Az egyik atomhatalmat Franciaország mellett. Igen. És akkor, és eközben Magyarország meg lépten nyomon vétózza az európai döntéshozatalt. Ezek a cselekmények, ezek egy irányba mutatnak. Kivonulás Európából, kifelé Európából. Putyin felvonulási területét meg kell tisztítani. És amikor a demokrata elit azt mondja, hogy ezzel a politikával szembe kell fordulni, mert ez nem pusztán az Egyesült Államoknak presztízs veszteség, hanem ez tulajdonképpen az észak-atlanti világrendnek a felmondása. A második világháború utáni világrend. Igen, igen, igen. És hogy ebben a szituációban Kínához közeledik, már csak azért is, mert Kína is cserben hagyja Oroszországot, látványosan. Kína is, bár, hogy úgy mondjam,
a világrendben Kínának és Oroszországnak egymás mellett lenne a helye, de Kína sem érdekelt abban, hogy egy önmaga erejénél erősebbnek látszó és önmaga erejével kudarcot valló nagyhatalomhoz vagy középhatalomhoz rendelje hozzá a saját külpolitikáját. Hát ott van Szibéria. Elképesztő anyagi erőforrással, rengeteg ásványkiccsel, egy elnéptelenedő, kihaló Szibéria, amit Kína már régen kinézett magának. A 20. század elején, amikor Japán felemelkedett nagyhatalomként, akkor Oroszország és Japán között volt egy távol-keleti konfliktus. Ugye a II. Világháborút a japán katonapolitikailag nincs egyenlen a térségben, kizáról ugye honvédelmi politikája van. Most viszont ugye Kína az, amely nagyon kinézte magának Szibériát, és pont emiatt egyébként azt hiszem, hogy amennyiben itt nemzetbiztonságilag és külpolitikailag próbáljuk meg ezt a konfliktust elképzelni, hogy mi lehet a jövő, ugye emiatt egy tönkrevert, nagyon gyenge Oroszország se érdeke az USA-nak, mert akkor viszont Szibéria, meg Oroszország, hát egy kínai, nem azt mondom, hogy bábállam, de egy csatlós állam lehet. Hát Oroszország már most annyira gyenge, hogy Észak-Koreától és Irántól kell fegyvereket szereznie. Egy nagyon tönkrevert, nagyon gyenge Oroszország, az könnyen Kína csatlósa lehet valahogy valami olyan helyzetben, mint hogy az 1950-es években, amikor még Mao nem kezdte el a saját maga különutas politikáját, és Kína a Szovjetunió mellett szovjet tanácsadók segítségével kezdett el növekedni, és lett ugye majd atomhatalom. Az Egyesült Államok birodalmi politikáját a demokrácia export felkiáltása, a demokrácia export szándéka fűti, ami nyilvánvalóan nem a demokrácia iránti elkötelezettségüket jelzi, hanem a cégeiknek, a szabad piacnak, úgy általában a világkereskedelmi hálózatoknak az érdekeit járja ki az Egyesült Államok külpolitikája ilyenkor. De hogy ez nem nagyon teljesül. Tehát az ennek a birodalmi politikának a lényege, hogy egy ország legyen szabad, ez azt jelenti, hogy érkezhessenek meg az amerikai multik, érkezhessen meg a McDonald's, érkezhessen meg a Coca-Cola, és ez majd demokráciát okoz. Most azt tapasztaltuk, hogy Magyarországon sem okozott demokráciát, de hogy a világnak nagyon kevés részén okozott demokráciát, azokban az iszlám hátterű országokban, amelyekben megérkezett a McDonald's és megérkezett a Coca-Cola, legkevésbé sem okozott demokráciát. Kínától azt várta Amerika, hogy na majd ez a Kínának a kapitalizálódása az majd demokratizálódáshoz vezet, hát éppen ellenkezőleg történt. Az a hatalmas tőke, ami felgyűlt Kínában, az nem demokráciát okozott, hanem a kínai kommunista párt központi bizottságának egy féktelen, egy kontroll nélküli uralmát eredményezte. Olyan erőforrások fölött diszponálnak, amelyekkel a teljes társadalmat uralják, teljes társadalmat a big data erejével vezetik és kontrollálják, és tulajdonképpen egy nagyon erős ajánlással élnek minden állampolgárnak, hogy legyen szíves, viselje jól magát, ha nem akar a 101-es szobában végezni. És van egy erős frusztráltsága a kínai elitnek. Tehát ők az első ópiumháború idején, amikor ugye Nagy-Britannia az ópiumot nagyon jövedelmezők egy exportálni akarta Kínába. Kína egy hatalmas piac volt a 19. században. Ezt a kínai császár nem akarta beengedni a brit ópiumkereskedőket. Ekkor elrúgták az ajtót Kínára, tehát az open door, tehát a szabad kapuknak az elve, a szabad kereskedelmet, az kikényszerítette Nagy-Britannia. Két ópiumháborúval tédre kényszerítette Kínát, megengedték a kereskedőket, súlyos problémák lettek. Egészen Maoig lényegében ez történt. Kína egy megalázott, tönkrevert ország volt, amit polgárháborúk is sújtottak. És ugye ebből a megalázottságnak a 100 éve az, ami frusztrálja Kínát, és a kínai elitet, hogy valamikor ők abból indulnak ki, hogy a történet, hogy egy 3000 éves ország, hanem egyébként több hatalmas civilizációval. Ott már csúcs technikával, korabeli csúcs technikával rendelkeztek, amikor hát Európában még Róma se jött létre. És ahogy Henry Kissinger leírja a Kínáról című könyvében, ők ebből indulnak ki, hogy egy Kína van, tehát ők nem ismerik el, ahogy Hongkong függetlenségét se ismerték el, vagy Hongkong gyarmati helyzetét, ugye visszaintegrálták Kínába. Tájvánt se ismerik el, mint külön Kínát, tehát egy Kína van, és ez a Kína maga a mennyei királyság, amelynek csak alattvalói lehetnek. Tehát Henry Kissinger azt írja ebben a Kínáról című könyvében, hogy a kínai külpolitikai gondolkodás az nem ismer el egyenrangú partnereket, csak az alattvalókat, csak az alattvalói
státuszt. Ami aggodalomra adhat okot, én ellenvetésként föltenném, hogy lehet, hogy ez hagyományosan így lehet a kínai gondolkodásban, de hogy azért a mai kínai elit, az a Harvardon, meg a keleti parti egyetemeken végeztek, hogy azért ők talán már egy nyugatosodtak, ez egy nyugatosodott elit. Úgyhogy nem biztos, hogy a hagyományos paradigmán gondolkodnak, persze, még akkor mellé tenném, hát azért Pol Pot is Párizsban tanult. Igen, igen, és csupa jót. Joe Biden és Xi Jinping csúcs találkozója kapcsán beszélgetünk. Hát én akár azt is el tudom képzelni, bár erre vonatkozóan nem jöttek ki hírek, hogy nem feltétlenül ennek a csúcs találkozónak a nyomán, de hogy a kínai-amerikai közeledés, az annak a tényleges tartalma az az, hogy hát Kína előbb-utóbb le fogja venni a kezét Putyinról, és ennek fejében meg fogja kapni Tajvant valamilyen formában. Ami nyilván nem azt jelenti, hogy a mikroprocesszor gyárat, ami ott van, megkapja. Azt nem tudom elképzelni, hogy ezt Amerika átengedje Kínának, tehát azt a gyáratot vagy szétszerelik és elhurcolják onnan, és elviszik valahova, vagy fölgyújtják, de hogy Oroszország most Amerikának fontosabb célpont, mint Tajvan, hogy Oroszországgal szemben akarja megvívni és visszahódítani Egyesült Államok az ő világpolitikai pozícióit, a Trump által feladott világpolitikai pozícióit, az jól látszik. Az, hogy Ukrajna ennek a szintere, az jól látszik, és alig ha érdeke az Egyesült Államoknak jelen pillanatban, hogy egy kormányzat két atomhatalom ellen vívjon két frontos konfliktust. Tehát egyik frontot bizonyára pacifikálni fogja, és ez nem Putyin lesz, nem Ukrajna lesz, hanem jól láthatóan Kínával. Ez nem jó hír Tajvannak ez a csúcs találkozó, úgy gondolom. A Kissinger tanítvány Graham Ellisonnak 2016-ban jelent meg egy könyve, de hogyan menekülhetünk meg Tukidides csapdájából, hogyan kerülheti el az USA és Kína háborút. Ez a Tukidides csapdája, ez a Tukidides görög történeti írónak van a Peloponnézusz háború története, és ő arra próbált meg magyarázatot adni. Ez az első lényegében igazi történetírói munka, tehát Herodotosz még ilyen mitoszokkal, legendákkal dolgozott, a Tukidides meg történelmi magyarázatot akart adni, hogy mi történt. És azt a magyarázatot adta, hogy azért robbant ki a peloponnézoszi háború, mert az ókori Hellásznak a két szuperhatalma közül Spárta süllyedt, jelentőségét vesztette, Athén pedig emelkedett. És hogy ez elkerülhetetlené tette a konfliktust. És megvizsgálta a Graham Ellison és a csapat, hogy a történelemben hányszor fordult az elő, hogy amikor volt egy szuperhatalom, amelynek csökkent az előnye és a jelentősége, mint ahogy ma az USA-nak, és volt egy emelkedő nagyhatalom, hányszor fordult ilyen helyzet, és hányszor nem lett háború, és csak négy esetet azonosítottak. Ugye amikor Spanyolország és Portugália 1494-ben a Tordesillesi szerződéssel ugye felosztotta a világot, tehát ekkor, amikor Nagy-Britannia és az USA végül Németországgal szemben összefogott, és azonos kultúra volt, tehát ott az USA emelkedett, Nagy-Britannia csökkent jelentőségében 20. század elején. Ez az egyik, vagy a második megoldás. Hát ez is az kellett, hogy az Egyesült Államok segítsen megvédeni a szigetet. Igen. A harmadik, a hidegháborús megoldás, ugye amikor USA és a Szovjetunió nukleáris elrettentés miatt nem következett be konfliktus, csak proxy háborúk. És a negyedik, amikor nagyon erős a gazdasági integráció, tehát amikor Németország újraegyesül, és akkor megint egy nagy hatalom jelenik meg. De ott már egész Európa lényegében gazdaságilag úgy integrálódott, tehát ott már nem értelmezhetőek a konfliktusok. És ebből a négy opcióból lehet választani, hogy USA és Kína miként tudja elkerülni a háborút. Amit te fölvázoltál, az lényegében a világ felosztása a Tordesillyesi szerződésnek megfelelően. Igen, igen, igen. És ez reális is, hiszen a világ gazdaságának a, hát hogy mondjam, ha az Egyesült Államok a szíve, akkor Kína a tüdeje. Az Egyesült Államok a fogyasztásért és az infrastruktúra menedzsmentért, Kína pedig a termelésért felel. És ez tulajdonképpen ezek kimozdíthatatlan pozíciók a világgazdaság vérkeringésében. Átruházhatatlan pozíciók. És ráadásul ezek a birodalmak, Kína és az Egyesült Államok
halálos ölelésben vannak. Tehát ők összekapaszkodtak. Kína felvásárolta az amerikai államkötvényeket, tehát ha Amerika csődbe jut, Kínát is csődbe juttatja magával. Ha Kína csődbe jut, Amerikát is csődbe juttatja magával. Tehát ez a Pax Americana, ami a kínai, olcsó kínai munkaerőre alapul, és ennek fejében Kínát folyamatosan fejleszti, nem is elsősorban tőkével, bár tőkével is hallatlan mértékben, hogy a kínai vegyes vállalatok azok úgy jönnek létre, hogy Kína van többségben. Bármit is gyárt Kína, abból minden megtermelt dollárból 51 centet Kína megtart magának. De ezen túlmenően a mindent és bármit, már pedig mindent és bármit Kínában gyárt az Egyesült Államok, azt lemásolnak, és a saját üzemeikben gyártanak tovább. Tehát technológiát vesz át Kína folyamatosan, illetve lop el a nyugattól ennek az együttműködésnek a révén. De ennek a Pax Americának lényegében volt egy olyan alkurésze, hogy Kína viszont nem politizál nagyhatalomként, tehát hogy ő gazdaságilag nagyhatalommá válhat, de katonapolitikailag nem válhat nagyhatalommá, nem sértett amerikai birodalmi érdekeket. Ezt mostanában mondja fel. Igen, a Xi Jinping. És ugye az USA pedig próbál választani, hogy a Trump elkezdte a vámháborút, de most például, ahogy a Huawei-t megpróbálják kiszorítani, kiszorítják az amerikai piacról a Huawei-t, ugye a kínai termékeket, amik valahogy... összekapcsolatokat a kínai titkosszolgálattal, ezeket megpróbálják kivonni a piacról. Tehát itt elkezdődött egy izmozás az USA és Kína között, de annyira erős a gazdasági összefonódás, hogy amennyiben az érdekeinek megfelelően politizálnak, akkor nem lesz ebből a harmadik világháború, egy nagy konfliktus. Kérdés az, hogy itt azért ugye a Xi Jinping mennyire racionális, azt hiszem még racionálisabb vezető, mint Putyin, mégiscsak a harmadik ciklusát kezdi el, ellentétben Putyinnal, aki már itt van velünk több mint 20 éve. Vége lehet Donald Trump pályafutásának, miután a demokraták megszerezték a szenátus feletti ellenőrzést az amerikai félidős választásokon. Georgiában még nincs végeredmény. De mivel a szenátusban szavazategyenlőség esetén az alelnök szavazata dönt, már biztos a demokraták többsége. A konzervatívok újjal mutogatnak a volt elnökre, aki szerintük még soha nem volt gyengébb. Vannak, akik szerint a pártnak le kellene zárnia a Trump korszakot. Missouri állam republikánus szenátora az eredményre reagálva úgy fogalmazott, az öreg párt halott. Ideje eltemetni és valami újat felépíteni. Sorra fordítanak hát a Trumpnak a konzervatív lapok is. Számos médium felszólította a republikánus pártot, hogy szakadjon le a volt elnökről. A demokraták eredménye azért is figyelemre méltó, mert Amerikában a félidős választások hagyományosan az ellenzéki pártnak kedveznek. Az, hogy Joe Biden pártjának sikerült a szenátust megtartania, az elmúlt 20 év legjobb eredményét jelenti. Hát kezd a republikánusokra visszaütni a Donald Trump féle identitás eltékozlás, vagy identitás feladás, identitás felmondás, és itt nem elsősorban a republikánus identitásról, hanem az amerikai identitásról van szó. Az egységes Amerika, az amerikai birodalmi tudat fölmondásáról, az amerikai étosz fölmondásáról, ami arról szól, hogy Amerika egy nagy hatalom. Ez az elsőrendű tény, és minden más körülmény, mondván demokrata, republikánus, ez mind-mind-mind emögé sorolandó tény. Trump ezt megfordította. Azt mondta, hogy a demokrata-republikánus konfliktus az elsőrendű, és ehhez a konfliktushoz rendelte hozzá Amerikát. Ez pedig egy gyenge Amerika, egy polgárháborúba sodródó Amerika. És hát úgy néz ki, hogy már a republikánusok is azt mondják, hogy ez a trumpizmus, ez egy túltolt bicikli. Ez valami, ami Amerikát megosztottá tette, valami, ami kiprovokálta a demokrata párt, majd a demokrata érzelmű Amerika szélsőségeit is. Elég csak a Me Too ügyre, elég csak a BLM ügyre, mozgalmakra utalnom. Hát úgy néz ki, hogy a republikánusok is vissza akarnak találni középre, hogy a republikánusok is vissza akarnak találni az amerikai állam étoszához, az amerikai ság étoszához, ami nem arról szól, hogy provokáljuk a liberálisokat, hadd vinnyogjanak. Ennél ugye Amerika valaha többet jelentett. Trump azt mondta, hogy újra naggyá teszi Amerikát, de Amerika gyengébb, megosztottabb és öngyűlölőbb lett, mint valaha Trump idején.
A egyelőre élnek a közvetítő feedek, de még nem történt meg a bejelentés, ezt a mai napon meg fogjuk tudni. A Boston Herald az a következő címmel várakozik a Trump nagy bejelentésére, hogy, illetve nem is címmel, hanem kommentárral, hogy hát a KED az lehet, hogy rossz hírt hoz a republikánusok számára. Melyik bejelentéstípus nem rossz hír? Ugye az is rossz hír, ha bejelenti, hogy indul, hiszen most kaptak egy olyan feedbacket, ami alapján nem lehet, nem valószínű, hogy ő az a jelölt, aki elverheti a demokratákat, maximum erősítheti a másik jelöltjüket. Ha meg azt mondja, hogy nem indul, hát akkor így tulajdonképpen vesztenek egy olyan nevet, amivel az előző ciklust meg tudták nyerni. De én azért a Trumpból, aki óriás troll, én azt is kinézem, hogy most azt fogja bejelenteni, hogy nővé operáltatja magát, vagy hogy lengőteke olimpiai számban fog indulni. Tehát, hogy így tudod, hátat fordít ennek a problémának, hogy most ezt várják tőle, és nem fog beszélni arról, hogy azt biztosan nem várom, hogy ő maga kimondja, hogy bocsánat, gyerekek, leszerepeltem, nem próbálom meg, hanem akkor bejelenti, hogy mi az új KFT-je. Balázsi Pisti cimborán fogalmazta meg, hogy Trump az, aki állandóan két kézzel nyomja a dudát, és ugye csak előre tud menni. És tényleg ez a figura, nem hiszem, hogy itt most visszafogott lesz, nem hiszem, hogy levonja a konzekvenciákat, támad. De már a választás estén, amikor elkezdtek jönni a szavazatok, ugye már akkor nyilvánvaló lett, hogy az ő fő riválisa, Ron DeSantis, a floridai kormányzó nagyon nagyot nyert. Tehát ő volt az, aki egyedül szállította a jó eredményeket. Mégpedig egy billegű államban. Egy korábban billegű államban elképesztő többséggel nyert, tehát Ron DeSantis egy elképesztő elnök előtt. Trump már kedd este bejelentette, hogy olyanokat tud Ron DeSantisról, amiket talán csak a Ron DeSantis felesége. Tehát már fenyegetőzött a nyilvánosságban. És ez azért árnyalja Trumpnak a demokratákkal szembeni szent dühét. Mert ő mindig a demokratákkal, ugye kvázi a liberálisokkal szemben határozza meg magát. És most itt van egy olyan kormányzó, és lehetséges elnök jelölt, amelyik hát nagyon hasonló politikát folytat, mint ő. És kifejezetten személyes rivalizálás síkján hívja ki, és szivárogtat, vagy lenket be leleplező tényeket, titkokat, bulvárhíreket, amelyekkel lecsaphat rá. Tehát ez hogyan illeszthető be a kultúrharcos narratívába? Sehogy. Trump nem Amerikában gondolkodik, de látszik, hogy nem is a republikánus pártban gondolkodik. Ő Donald Trumpban gondolkodik. Na most az a tény, hogy Joe Biden pártjának sikerült a szenátus megtartania, az elmúlt 20 év legjobb eredményét jelenti. Tehát félidős választáson úgy az a hivatalban lévő elnök pártjának, hogy a szenátus az ő többségét reprezentálta, megtartani ezt a többséget 20 év alatt nem tudta. És mindezt olyan körülmények között, hogy Joe Biden támogatottsága a félidőnél rekord alacsony, tehát rekord népszerűtlen elnök, és az infláció több mint 40 éves csúcson van. Ez így, ezeket a tényeket összesítve nyilvánvalóan a Trumpra mutat. Csak a felmérések szerint van egy Joe Bidennél népszerűtlen, elutasítottabb jelölt, amennyiben nem népszerűséget nézünk, hanem elutasítottságot. Donald Trump a legelutasítottabb amerikai politikus, akivel szemben, tehát nem véletlenül fogták vissza a republikánusok a kampányban, nem véletlenül, hogy a választás előtt nem jelentette be azt, hogy ő indulni szeretne 2024-ben. Mert a demokrata választókörében mozgósított volna ezzel. Így most ugye a ennél is jobban. Igen, igen. Ugye a Donald Trump által kinevezett ugye legfelsőbb bírósági tagok, a konzervatív legfelsőbb bíróság, amely ugye múlt héten beszélgettünk arról, hogy a nyáron miképpen indította be a demokraták kampányát egy gazdasági válság közepén, azzal, hogy az abortusz fontos kérdés lett, hogy az abortusz tiltását ugye megtiltották, és ugye szövetségi szinten állami hatáskörbe utalták, és ez az abortusz egy fontos kérdés lett. Itt, ha megnézzük az eredményeket, azt láthatjuk, hogy, és ez ebből látszik, hogy a trumpizmus bukott meg. Ez nem egy általában republikánus bukás, a trumpizmus, a trumpista jelöltek buktak meg. Olyan államokban, ahol egy mérsékelt republikánus, mondjuk a republikánus elithez tartozó kormányzó indult, ezek a mérsékelt republikánus jelöltek jobban szerepeltek, mint a trumpista jelöltek. Trump, ugye a republikánus előválasztásokon gyakorlatilag egyetlen szempontja az volt a jelölt kiválasztásánál,
hogy utasítsa el a 2020-as választási eredményeket, vagyis vallja azt, hogy a demokraták elcsalták a választást. Vagyis vallja azt, hogy Biden illegitim elnök, vallja azt, hogy az Egyesült Államokban egy puccs zajlott le, és hogy az Egyesült Államokat jelenleg bitorolja a demokrata elit és Joe Biden. És ha egy olyan jelölt vallott ezt, mint most a georgiai szenátor jelölt, hát ugye miközben a republikánusok a maguk kultúrharcában ugye megtiltották az abortusz tiltását, de beleálltak egy ilyen kultúrharcos kérdésbe, egy 50 éves döntést, majdnem 50 éves döntést ugye fordítottak visszajára. A georgiai szenátor jelöltjük egy olyan volt futballsztár, akinek a kampányidőszakban egy igen, hetente került elő valamilyen nő, valamilyen abortusz történettel, valami fizetett abortusz történettel. Tehát semmiféle, nem hogy fundamentalista, alapvetően konzervatív mércéknek nem felel meg az a trumpista jelölt, aki a szenátori jelöltje lett a republikánusoknak, egyedül csak annak, hogy ő keményen beleállt abba, hogy itt a demokraták elcsalták, és ugye Trump támogatását bírta ezzel. Ez a demokrácia intézményeknek is a gyengülése, tehát az, hogy hogy komplett tömegek maradnak tartósan azon az állásponton, hogy itt választási csalás történt, és itt most, nem máskor, nem bármikor előbb, most szakadt meg az amerikai jogrend intézménye. Ez az elnök, ez nem az elnök, mert hogy Trumpnak kellett volna lenni. Miközben amúgy meg tényleg én úgy érzem, hogy megszakadt valami, mert így az amerikai elnöki intézménynek a megítélése az Bidennel is folytatódóan, uh-huh. és Trumppal kezdődően, bár lehet, hogy még nyitva hagyom a kaput, hogy rálapozzunk Obamára is, de akkor lapozzunk rá a W. Bushra is, gyengül. Lehet, hogy én voltam, tudod, én néztem másik csatornát, és fiatalon ezek a múlt elnökei, ezekről tudod, ilyen pátoszos kép alakult ki. Mégis ez a hivatal, ez komolytalanná lett téve, és pont ez az ország, ami gyengül bele a saját belső háborúiba, meg gyengül a világban való szerepe, ennek a kulcsfigurája, ha úgy tetszik, még az is lehet, hogy jövőre lecserélik a sast valami mókusra. A Trumpra húzott Biden az egy eléggé elterjedt, nyugati civilizáció széltében hosszában eléggé elterjedt marketingfogás. Egy nagyon karizmatikus, nagyon megosztó, nagyon agresszív, és kifejezetten kompetensnek látszó, mert nem gondolom, hogy a Trump annyira kompetens lett volna, de a kompetencia élményét az föl tudta kelteni. Mint sikeres vállalkozó, amit tudjuk, hogy valójában, ami nem, valójában nem volt igaz, meg a kompetencia sem Amerika vezetésére vonatkozott, hanem a liberálisokkal folytatott kultúrharcra, abban nagyon kompetens volt. De hát ezt tette Amerika politikájává, a polgárháborút, a 19. századi polgárháború kiújítását tette Amerika politikájává Donald Trump. Hát ugyanaz a válasz volt erre a karizmatikus, kompetens elnökre a Joe Biden, mint ez a növényevő, nagyon békés, nagyon szelíd, nagyon szeretnivaló, ölelnivaló mackó, aki től nem lehet megijedni, nem tudsz megretteni. Olyan húzás volt, mint amilyen a Kovács Lászlónak 2002-ben az Orbánra adott meggyesi. Ez a Biden, ez kifejezetten egy ilyen meggyesi-szerű figura. Csak hogy ez a Trumpra húzott Biden, ez végzetes mértékig elgyengítette a Fehérházat és az elnöki hivatalnak az étoszát. Mert a Trump az jól láthatóan személyes ambícióra használta az elnöki hivatalt, a személyes brandjének az építésére, és magának az Egyesült Államoknak az intézményeit. És erre válaszul egy habkönnyű, egy teljesen súlytalan, egy teljesen, ez már nem is egy mondás, hogy a Biden nem vezet, hanem a kvázi a mély állam vezet, az intézmények vezetnek, a demokrata párti elit vezet, sokféleképpen ki lehet ezt fejezni, hogy nem Biden az elnök, hogy Amerika elnök nélkül is működik, sőt, elnök nélkül is proxy háborút folytat egy atomhatalom ellen. Ez nem tett jót az elnöki hivatal étoszának. Az a tény, hogy egy őrjöngő pojáca helyére
egy ilyen nyomorult, szerencsétlen, reszketeg, öreg, fingrákos trotty került. Érted? Ez nem, itt az az élménye a világnak, hogy Amerika tulajdonképpen mintegy azoknak a konteóknak az igazsága igazolódik, amelyek szerint Amerikát nem a választott vezetők vezetik, hanem a mély állam struktúrái. Ronald Reagan vallotta azt, hogy a munkában még senki se halt bele, de miért kockáztatnánk. Ő volt az, aki alig dolgozott elnökként. Rengeteget aludt, rengeteget volt a birtokán, ahol lovagolt, fát vágolt, rekreálódott, el volt, aztán egyébként este ugye pizsamában nézte a tévét, nagyon jól el volt Nancy Reagannel, parodizálták is emiatt eleget, ugye például a Genesis Land of Confusion című klipjében, tehát ő az, aki már elnöksége vége felé mutatta a későbbi Alzheimer kornak a jeleit. Nem volt egy túl nagy intellektus, le is betegedett, az addig legidősebb elnök is volt, és mégis működött Amerika, mert nagyon erős tábja volt. És a Biden esetében is szerintem egy az, hogy mélyebbről indult, tehát a Bidennek egy nagyon komoly tapasztalata van. Ugye korábban két cikluson át alelnök is volt. Valóban nagyon idős, valóban vannak problémák, de a Biden elnöksége egy nagyon jól összerakos táp. Tehát az Anthony Blinken szerintem évtizedes viszonylatban a legjobb amerikai külügyminiszter. Tehát Madeleine Albrighthoz tudnám hasonlítani. És a Jake Sullivan, a nemzetbiztonsági tanácsadó, tehát egy nagyon erős stáb veszi körül a Bident, és amennyiben a Biden csak a jó emberekre hallgat, vagy egyáltalán hallgat másokra, és nem egy öntörvényű figura, mint a Trump, akkor már beljebb vagyunk, és hát, beljebb is vagyunk szerintem. De igen, csak tudod, ez a döntő kérdés, hogy a Trump, vajon arról van-e szó, hogy a Biden ezekre az emberekre hallgat, vagy hogy a Bident azt odarakták, és amit elétolnak, azt aláírja. Tehát tudod, ez a döntő kérdés, hogy a Biden bármivel is erősebb elnöke, mint amilyen köztársasági elnök Novák Katalin Magyarországon. Érted, hogy miről beszélek? Mert a Novák Katalinnak nem kell erősnek lennie, hiszen Magyarország egy parlamentáris struktúra, és tudjuk, hogy nem a parlament a túlsúlyos Magyarországon, hanem a miniszterelnök a túlsúlyos Magyarországon, már minden értelemben, addig Amerikában hát az egy elnöki rendszer. Tehát ott az elnöki hivatalnak igenis közjogi súlya kéne, hogy legyen, és ilyen körülmények között nincs. Nem sokára közelebb lehetünk, mert valószínűleg Bob Woodward megint meg fogja írni. Ugye gyakorlatilag a Watergate ügy kirobbantása óta, amelyel egy szupersztár lett a Bob Woodward, ugye a Washington Post újságírója, Carl Bernsteinnel azóta elnökről elnökre ír egy elnök életrajzot, meg az elnökségről egy szóló munkát, amely jellemzően bővelkedik leleplezésekben, ugye belső információkban, úgyhogy lehet, hogy nem sokára megjelenhet majd, amennyiben dolgozik rajta a Biden elnökségről is egy ilyen munkája, mint amilyen volt például Donald Trump elnökségről, amiben hát bemutatta azt, hogy lényegében az elnöki stáb, a Donald Trumpnak a stábja, hogy dugdosta el a különböző iratokat a Trump elől az elnöksége egy jelentős részében. Te el tudod képzelni, hogy ma a Trump bármi más jelentsen be, mint azt, hogy elindul az elnöki címért? Én nem, szerintem be fogja jelenteni, és szerintem a republikánus párt akkor járna a legjobban, és akkor járt volna a legjobban, hogyha a Trump ellen impeachment eljárásba beleáll, vagy most, hogyha az adóügyek miatt letartóztatják a Trumpot. De most már úgy néz ki, hogy nem kell ebben bízni, mert most már nagyon úgy néz ki, hogy a Ron DeSantis egy sima republikánus előválasztáson el tudja majd kalapálni Trumpot. Jó, de elkalapálja Trumpot, amennyire exhibicionist a Trump, akkor bejelenti a Trump párt indulását harmadik utas jelöltként külön. Szóval de ezzel csak a republikánus pártot veri szét. Figyelj, demokraták azok hátradőlnek, és azt mondják, hogy kérünk egy kávét. Igen, tehát, és ezt is fogják tenni. Tehát ő Donald Trumpban gondolkodik. Szerintem a republikánusok akkor járnak a legjobban, ha Donald Trumpot börtönbe juttatják. Ebben az esetben kapnak egy mártírt, akivel lehet mozósítani a republikánus szavazókat. Ugyanakkor viszont nem egy Trump indul, hanem valami kompetens republikánus jelölt. Amikor azt mondtátok, hogy a Trump esetében a kompetencia illúziója állt fenn legalább, akkor nekem azonnal eszembe jutott az ázsiai taxis archetípus, akit megkérdezett, hogy tudja-e, hogy hol van az XY étterem, és yes sir, I know, és fogalma nincsen, de nem mondhatja azt, mert az a férfiasságának a valamilyen hiányosságának beismerése lenne, hogy nem ismeri a 6 milliárd utcát fejből, hanem elindul veled a taxival, és olyan 28 perc múlva talán
enged majd kiszállni, de az soha ne derüljön ki, hogy nem tudja, hogy merre megy. Trump az nagyon is kompetens volt abban, amit ő Amerika politikájának szánt. Ezt nem lehet elvitatni tőle. Ő nem az a világpolitikai dominanciát meg a demokrácia exportot szánta Amerika politikájának, hanem kifejezetten a liberálisokkal szemben emblematikus ügyek mentén megvívott kultúrharcot. És ebben az identitáspolitikai őrjöngésben, ebben Donald Trump szuperkompetens volt, és hát ő ezt szánta a Fehérház funkciójának, ő ezt szánta Amerika funkciójának. Amerika most azért van, hogy ezt a konfliktust a kétféle Amerika közt, akik közt már semmi közös nincs az angol nyelven kívül, az sem mindenhol közös, gyakorlatilag semmi közös nincs, teljesen más, hogy élik meg a politikához való viszonyukat, a szabad idejüket, a fogalmaik, az ízlésük, a fogyasztói kosaruk, minden széttart ennek a kétféle Amerikának. Trump pedig azt a politikát tűzte ki Amerika funkciójának a következő évtizedekre, hogy ezt a konfliktust folytassa le önmaga ellen. Amerika önmagával hasonuljon meg, önmagával kerüljön konfliktusba, és kerüljön ki győztesként a konföderáció, nem úgy, mint a 19. században, ellentétes eredménnyel. A 19. századi polgárháború a rossz eredményt hozta, Amerikát egy rossz fejlődési ívre rakta rá, itt az ideje korrigálni. Ezért jött el Donald Trump, és úgy néz ki, hogy ez a politikája vallott most kudarcot. A Bob Roberts című Tim Robbins filmről fogunk beszélgetni. Most, amikor óvatos mozdulatokkal búcsúzunk Donald Trumptól, nem szeretnénk elkiabálni, de minden esetre a Tim Robbins valamit nagyon megérzett. Ennek a trollpolitikának, ennek a trollpolitikusnak, ennek a cinikus, tőzsdén kigyúrt aranyi fiúnak az eljövetelét, mint egy megjósolta, mint egy érzékelte a kulturális térben az ott zajló folyamatokból kibontakozni. És ez a figura, amit létrehozott, tulajdonképpen egy anti-Bob Dylan. A Bob Dylannek a külsőségeit elsajátítva, annak a tartalmát teljesen kifordítva, létrehozta a konzervatív lázadó archetípusát, ami egy ugye paradoxon, hisz a lázadó hogy lehet konzervatív? Hát úgy, ahogyan a mainstream liberális. Egy liberális mainstreamhez konzervatív lázadó tartozik. A konzervatív lázadás a rendpártiság lázadása, ami tulajdonképpen valamilyen formában már megjelent a Paul Verhoevennek a Csillagközi invázió című filmjében, amelyben a kölykök a fasiszták, és a szülők a liberálisok. A szülők azok, akik azt magyarázzák a gyereknek, hogy gyere haza, kisfiam, éldegélj itt velünk békében, bulizgassál, csajozgassál, szórakozzál kedvedre, most vagy fiatal, és a kölykök azok, akik azt mondják, hogy szó sem lehet róla, ez a mi háborunk, meg fogjuk vívni, titeket fogunk megvédeni, mert ha mi nem lennénk, elpusztulnátok. Nem a bulizás az alternatíva, hanem az élet vagy a halál. Igen, az 1968-as filmek úgy általában hippi korszak filmének tipikus témája a szülők és a fiatalok közti nemzedéki ellentét. Klasszikus példa, hogy a Hair, a musical, de még inkább az abból készült Milos Forman film, ahol a nagyhajú fiatalok állnak szemben ugye a szülőkkel, de lehetne még sorolni ezen nemzedéki filmeket diplom előtt, tényleg a 60-as évek végének nagy filmjei szólnak erről. És a Csillagközi invázióban valóban ezt láthatjuk, az egy ilyen ellen 68-as témáknak a parodizálása, amikor ugye a fiatalok lázadnak a szülők ellen, és a fiatalok a militaristák. És rendezünk be egy olyan modellezett teret, ahol a nácizmus az emberiség utolsó reménye, és kvázi a nácikkal azonosulsz, mert a nácik a rovarokkal állnak szembe, és azért a nácikhoz akárhogy is az emberi faj köt minket, a rovarokhoz az se. 1968 után valóban megjelentek konzervatív reakciós, akik vállalta reakciósok voltak, mondjuk az amerikai magyar történész John Lukács ilyen volt, és meg lehetne sorolni az értelmiségeket. Ők lázadtak egy 68 utáni rend ellen, de ez mondjuk olyan lázadás volt, amikor
divat lett hosszú hajat növeszteni, divat lett nem hajat mosni, divat lett pufi dzsekiben beülni az órára, hogy akkor öltönyt vesznek, inget hordanak, tehát lényegében egy aktuális divattal szemben valahogy lázadnak, úgyhogy visszanyúlnak mondjuk az öltönyviseléséhez és az inkhez. Tehát az egy lázadás volt, mondhatjuk valamilyen lázadásnak divattal szemben. De a Bob Roberts viszont 68 eszközeivel lázad, 68 eszmeiség ellen, tehát ezért különös, hogy Bob Dylan eszköztárát veszi át, és egy ilyen ellen Bob Dylan lesz ebben az 1992-es áldokumentum filmben, amely egy pennsylvániai szenátor választástak a... Lényegében egy dokumentumfilmet készítenek el, egy riportfilmet Bob Robertsről, aki egy tőzsdei guru volt, aki aztán vásárol magának egy popzenei karriert. Én kételkedem abban egyébként, hogy tőzsdei guru volt-e. Értem, hogy a film azt mutatja be, hogy ő okoskodik visszamenőleg, hogy mekkora bizonyos meg nem nevezett forrásokkal ki tudta kerülni a krakkot, és ezért maradt ő fenn, de folyamatosan utal a film arra, hogy hát ők tulajdonképpen felvettek szükséglakásépítésre egy pályázati pénzt, amiből teherszállító repülőgépeket vettek, és azon fegyvert vittek Dél-Amerikába is drogot hoztak. És én ezen a ponton el tudtam azt képzelni, hogy azért ott az első nem hogy millió, de milliárd, az ebből van, és utána vettünk föl hozzá egy öltönyt, meg egy ilyen, tudod, egy ilyen headsetet, néhány számítógépet katódsugárcsöves monitorral, és előadtuk, hogy hát ez a tőzsdéről van ez a pénz. Ugye, és van egy alapítványa is, hogy ez a Broken Doe, ami a magyar fordítában törött galamb, vagy törött szárnyú galamb? Sérült galamb. Sérült, igen, megesett galamb, már nem tudtam, mi volt. Amely elvileg egy drogellenes jótékonysági alapítvány, és kiderül, hogy az okozóságról kiderítik, hogy valójában kőkeményen a CIA-hez kötődik, és kábítózik. Olyan, mintha az Ozark, tehát rá egy nagyítót helyeznél ennek a filmnek erre a pontjára, hogy van egy alapítványuk, ami elvileg drogellenes, de egyébként drogot importál, és az Ozarknak a negyedik évadát kapnád meg, ha belenéznél ebbe a nagyítóba, ahol folyamatosan ez megy, a dél-amerikai szervezet bűnözés, amerikai lába, aki együttműködik a bűnelhárítással, de azok elfogadják a drogpénzt haladékért, és közben szenátorokat állítanak, buktatnak, alapítványt hoznak létre, és a gyógyszercégnek, aki a heroinról való leszokáshoz gyárt különböző ópiát származékokat, a végén ők szállítják be a dél-amerikai ópiátokat. Helyes ez az értelmezésed, hogy tényleg nem tőzsdei gururól van szó valószínűleg, hanem ő maga a filmben referál, úgy építi a saját maga legendáját, mint sikeres üzletemberét, ahogy Donald Trump is fölépítette. Tisztára kell mosni a pénzt, ami valahonnan máshonnan van. Nem győzzük ajánlani ezt a filmet, ez egészen csodálatos, egészen kiváló politikai szatíra, a legkiválóbb politikai szatíráknak az egyike, ami egyébként műfaját tekintve egy áldokumentumfilm, tehát kvázi dokumentumfilmként funkcionál, a filmen belül van egy film, amiként értelmezed ezt a dolgot, amit látsz. Az epizód szerepekben olyan kiváló színészekkel, mint a Susan Sarandon, mint a Jack Black, de itt találjuk például Helen Huntot, James Spadert, és hát a csodálatos Alan Rickman-t, illetve azt a Giancarlo Espositót, akit a Breaking Badből, a Gus Fringnek a szerepéből ismerhettek. Roberts, maga az amerikai álom megtestesülése. Mindent a maga erejéből ért el. 35 éves korára 40 milliós vagyonnal rendelkezik. Most éppen arra várok, hogy interjút készíthessek vele kerekeken guruló, tökéletesen felszerelt üzleti irodájában. Bocsásson meg! Amióta ez az iraki ügy elkezdődött, olyan a tőzsdeügynököm, mint egy hisztis gyerek. Laval. Ugrott a medence. Ugrott a nyaraló is. Áruljon el valamit. Rendkívül zavaros állapotok uralkodtak a világpiacon az elmúlt 3 évben. Hogy vészel tehát? Veszített valamit 87-ben? Persze. De mi tetszik? Te csak dolgozz. Csak a lassúak veszítettek pénzt. Akinek helyén volt az esze, még időben lépett. Mindig megszereztem a legfrissebb információt, ami nem kis pénz és energia, és a helyemen voltam, amikor kellett. Egy okos üzletembernek mindig résen kell lennie. Tudom, hogy a modern információs technika egy vagyontér. Manapság az borít ki mindenkit, hogy nem látják át pontosan a világpolitikát. Mindent persze nem lehet megtudni, de azért lehet követni a dolgokat.
nem mondhatok túl sokat, de megvan a módja, hogy tájékozódjunk a világban. És ez izgalmas játék. Most kell befektetni. Nem szabad megijedni egy harmadik világbeli őrülttől. Legyünk erősek és bízzunk a piacban. Ha félünk, az agresszort erősítjük. Ahogy mondani szoktuk, ha félsz az aktív piactól, már halott is vagy! Berigrúl, készüljetek! Meglátja, mindjárt vége a közel-keleti válságnak, és a piac megélénkül. Köszönöm szépen! Köszönöm! Ez, amiről itt a Bob Roberts ilyen nagyon-nagyon kedélyesen beszél, ez maga a benfentes kereskedés. Hát mi borítja ki a tőzsdén pénzt befektető brókereket? Az, hogy nem látják át a világpolitikát. Mindent persze nem lehet tudni, de azért megvannak a csatornák, amiken keresztül a megfelelő információhoz hozzá lehet jutni, és ez izgalmas játék, fogalmaz. Ugye arról van szó, hogy én előbb tudok egy történésnek a megtörténtéről, mint arról tud a tőzsde, annak megfelelően jegyzek részvényeket, így amikor kiderül, én már pozícióban vagyok, már pozíciót fogtam, amikor mások loholnak azok után, a befektetések után, amelyek már itt vannak nálam. Ez a benfentes kereskedés. Ez elkéri a hasznát ennek, viszont nem tagadja meg a kockázatát, hanem büszke, hogy ő ebben a szituációban nyert. Egyébként olyannyira, hogy itt elhangzik a háttérben a kérdés, hogy ön vesztett valamennyit 1987-ben, és tudod, valamelyik ilyen gyakornok, vagy ilyen fiatal broker, persze, tudod, és ránéz, és kiküldeti, mert te menjél inkább dolgozni. Természetesen nem vesztettem, a lassúak vesztettek. Tehát, hogy ő nem tudná azt mondani egy interjúban, hogy hát volt ott egy hullámvölgy, nekem is, ó nem, rám ez nem hat. Én ezek fölött, az erők fölött állok, és végül is beismeri, hogy amúgy tényleg, hiszen olyan információk alapján kereskedik, amely ezt hát a számára nem a szerencse játékhoz teszi hasonlatosra. Ugye ebben utal az 1980-as évek végi nagy letartóztatási hullámra, amikor többek között Ivan Boyskit, aki a Gordon Gekkót inspirálta az Oliver Stone 1987-es Tőzsdecápák című filmében, többek között ő volt az egyik nagy hal, akit letartóztattak, de nyomában hát számos más. Egyébként a Rudolf Giuliani volt, aki akkoriban ügyészként felgöntönítette ezt a Wall Street-i benfentes kereskedési üzemet, azt a Rudy Giulianit, aki később ugye Donald Trumpnak lett az ügyvédje, és hát maga a jobb keze, neki is ugye eléggé megváltozott a megítélése az utóbbi időkben. Nagyon sok olyan politikai kommunikációs fordulatot mutat nekünk ez a film, amelyeknek hát egy része már mostanra ismerős lehet, tehát ugye 30 évvel ezelőtti filmről van szó. Nyilván a politika történetének szempontjából Amerika egy másik időzónában van, ha úgy tetszik, tehát hogy évtizedekkel, vagy lehet, hogy egy évszázaddal van odébb állítva. Itt történik ebben egy merénylet hamisítás a véleményem szerint, ami talán az egyik legsúlyosabb húzás, és mégis azt kell mondanom, hogy azon kívül, hogy egy pojáca van a szenátusi jelöltek között, illetve hát nyeri el azt a szenátusi helyet, és neki egy tényleg komplett párhuzamos élete van a politika mellett. Tehát ő egy teljes értékű tőzsdei guru, zárójel kábítószercsempész, és egy teljes értékű country zenész, és ebből érkezik meg a politikába, és nem gondolom, hogy erre különösebben lett volna példa, az az elnökök sorában a Trump az, aki ennyire, tudod, az utcáról jött be egy abszolút civil vagy üzleti életből. Viszont 1789 óta azért ilyen 1500-nál több szenátor fordulhatott meg a szenátusban. Én azt gondolom, hogy amilyen bődületes fordulatokat állít ez a film, azok már mind meg kellett, hogy történjenek valamelyik államban, valamelyik évtizedben. Például a merénylet az a George Wallace-ra utalhat, aki alabamai kormányzó volt. A Forrest Gump-ból ismerhetik őt a hallgatók, mert ő volt az, aki ugye nem engedte az alabamai ugye egyetemre a fekete diákokat, tehát ugye radikális jobboldali jelölt volt, később harmadik utas jobboldali jelöltként indult, és ellen elkövettek egy merényletet. És ő például már mozgássérülként kerekesszékben kampányolt 1970-es években, indult el újra és újra. Tehát mondjuk a George Wallace lehetett az egyik, aki inspirálta. Valószínű, hogy egy ilyen
12-24, tehát különböző az USA-ban ismertebb politikusi karrierekből inspirálódhatott a Tim Robbins, összerakta Bob Robertset, de aztán Bob Roberts meg életre kelt és megvalósult. Igen, de azért, igen, de nem hiszem, hogy azért kelt életre, mert a Tim Robbins megidézte. Hát azt hiszem, hogy ez a művészeknek a nagy képességük, hogy ők érzékelik a kulturális térben azt a szellemet, ami még nem állt össze jelölté, még nem állt össze politikai alternatívává, még nem öltött személyiséget, kvázi még itt lebeg körülöttünk a szférákban, de már a politika, mint egy óhajtja, hogy megvalósuljon, hogy inkarnálódjon, hogy szülessen belőle valaki, aki majd választható lesz egy nap. És ez a troll politika, ez itt előlegződik ebben a filmben, mint egy, nem győzöm hangsúlyozni, 1992-ben járunk. És Bob Roberts azokkal a politikai megmondásokkal él, amelyek a mai troll jobb oldalnak a jellegzetes sajátosságai. Okoljuk a hajléktalant a hajléktalanságért. Okoljuk a szegényt a szegénységért. Okoljuk a nemi erőszak áldozatát a nemi erőszakért. Ne engedjük a társadalmi igényű válaszokat létrejönni, hanem tartsuk a jelenség érzékelésének az ingerület körében a probléma vizsgálatát. Tehát ne engedjük kiszabadulni, ne engedjük a nagy képet megszületni, hanem a kis képet rögzítsük, és ne engedjük kitágulni. Tim Robbinsnak a 1992-es Bob Roberts című filmjéről, mint a szélső jobboldali troll politika előérzetéről beszélgetünk. Donald Trump és Donald Trump szelleme már ott kavargott a kultúrában, már a 90-es éveknek az elején. Már érződött, hogy itt jön egy nagyon-nagyon gátlástalan figura a szórakoztatóiparból, és akkor itt akár a Donald Trumpnak a korábbi reality szereplésére is lehet utalni, de akár Barack Obamára is lehet utalni, aki nem a szórakoztatóiparból jött, de jöhetett volna. A Barack Obamában a demokrata Amerika egy olyan azonosulási pontot talált, egy olyan showment, aki elment volna akár bármelyik Saturday Night Live-nak a házigazdájának, bármikor, bármelyik amerikai showmannek a szerepét el tudta volna vinni. És Amerika, akárhogy is a demokrata Amerika, ezeknek a late night show-knak a közvetítése által kapcsolódik a politikához. Ezeknek a late night show-knak a csatornáján keresztül érti meg, meg érteti meg önmagával, meg érteti meg egymással ez a demokrata párti Amerika a politikát, a kultúrát, mindent és bármit, ami történik. És egy olyan elnök, mint hogyha csak kitalálták, vagy ki se lehet találni ennél szebbet. Fekete elnök, makulátlan showman, és a kompetenciának, meg ennek a demokrata intellektus felsőbbrendűségének a megtestesülése. És ezzel szemben jött a maradéktalan, minden igényt kielégítő reality hős, gátlástalan reality pojáca Trumpnak a személyében, aki a republikánus sok által megcélzott fehér Amerikának, white trashnek így is lehet mondani, nyújtott olyan azonosulási pontot, de úgy is fogalmazhatok akár, hogy a demokraták által cserben hagyott fehér munkásosztálynak nyújtott olyan azonosulási pontot, amilyet korábbi elnök nem tudott. Korábban volt egy elméletem, hogy Denzel Washington lehet a demokrata Ronald Reagan, tehát a színész, aki szerepeiben egyébként, ha megnézzük, akkor a Denzel Washington következetesen hozta mindig a becsületes amerikait, aki jogok mellett kiáll. Legjelezetesebb szerep az Utolsó esély című filmben, ahol a tengeralattjárónak a másodtisztjét játsza, a republikánus Gene Hackmannel szemben játsza ő a demokrata másodtisztet, aki végül leváltja a szembe, megy összeütközik a republikánus, nincs idő szarakodni, üvöltöző militarista majótiszttel. Na most a Denzel Washington-szerű figurát hozta el lényegében a Barack Obama. Tehát ez a nyíltekintetű,
idealista, egyébként fekete, nagyon jó kommunikáló, szónok, odaadó, aki tényleg, mintha egy forgatókönyvíró írta volna a 2008-as demokrata kampányt, amely a Hope, ugye ez volt a remény, és hát mindenkit levet a lábáról, hozzátéve, hogy a Joe Biden volt akkor az alelnök jelöltje, hát nagyon okosan választották ki ezt a csapatot. Most Barack Obama szintén bedobta magát a kampányba. Tehát ilyen se szokott egyébként nagyon lenni, hogy egy volt korábbi elnök ennyire belép a kampányba, és a volt alelnöke mellett, ugye Joe Biden mellett most több beszélt a demokrata kampányban, és Joe Biden és Barack Obama sikeresen tették egy népszavazássá, hogy itt most az amerikaiak ne az inflációról szavazzanak, hanem itt magáról a demokráciáról. Tehát egy népszavazásra tették az amerikai demokráciáról ezt a kampányt, és hát sikeresen. És még korábban, hogy a Donald Trump figurája mennyiben benne volt amerikai közszellemben, ugye a visszajövőben második részében, az alternatív 1985-ben a Biff Tannen figuráját, aki ugye a Grace sportalmaknak köszönhetően dúsgazdag lesz, és aztán minden a bíróság is a zsebében van, és aztán a bíróság épületében kaszinót rendez be, meg a rendőrség is a zsebében van. Tehát azt a szállodatulajdonos figurát, azt a Donald Trumpról mintázták a 80-as években. Mintha megérezték volna, hogy ha majd ebből a figurából lesz az elnök, na az a vége, az a rossz forgatókönyv, az a rossz kimenetel Amerikának, akkor Isten óvja Amerikát. Nagyon szépen megteremtik ezt az egységsugarú ideális republikánus jelölt figurát itt. A Tim Robbins ugye írta és rendezte is ezt a filmet, ezért hivatkozik Robi úgy rá, hogy a Tim Robbins filmje, nem azért, mert szerepel is benne, és néhány televíziós epizód rendezésén kívül én azt hiszem, hogy az a Dead Man Walking című ilyen Susan Sarandon, Sean Penn együttműködés volt még hasonló, amit a Tim Robbins író rendezésén rendezőként jegyzett volna. Én szerintem a 90-es évek után nem tört különösebben újabb ilyen babérokra. Minden esetre ez a republikánus jelölt, ez lipsi szülőkkel rendelkezik, akiket ő fölnyom, mert hogy füvet szívnak, tehát beköpi őket a rendőrségen, és akkor így egy kicsit a Woody Allennek a Fogd a pénzt és fúshoz hasonló. Virgil Starkwell szüleinek az interjújához hasonlóan itt anyukája nyilatkozik a tévének, hogy hát azért egyszer aláhamisította a nevemet egy aláírásra, amikor jelentkezett a katonai iskolába. Tehát, hogy tudod, az szokott lenni, hogy a republikánus szigorú apa valamilyen kihágás után a gyereket büntetésből, és hogy tanuljon, meg hát én is oda jártam, hiszen én is elkövettem valamit, amiért az én apám engem is megbüntetett, beíratja egy katonai iskolába. Na Bob Roberts, ő önként jelentkezik, mi több, aláhamisítja az anyja aláírását, hogy mehessen. A hippi buternek az aláírását. Anyjáért, hát igen. Már mások akkor hamisítják alá a szüleiknek az aláírását, amikor intőt kapnak, vagy valamivel megrólják őket. Ő meg katonai iskolába akar menni, amit a hippi szülők elleneznek, de ő aláhamisítja az aláírásukat. Kvázi ő az a szülei helyetti szülő, az a szülő, amilyet a republikánus kurzus megkíván egy fiatal gyereknek. Hát neki ez belülről jön, tehát amit más republikánusokba a szülei nevelnek bele, azt neki a szülei ellenére a szívébe van írva. Ő ezt magától tudja. Ő erre rájön. Ő egy önmagától megvilágosodott buthája a republikánusságnak gyakorlatilag, hogyha ez, ha úgy tetszik. Az is csodálatos, amikor drogellenes dalt adnak elő, körülbelül a Phoebe Büfé színvonalán, és mint előadói készség, tudod, egy ilyen bugyuta duetről van szó. Nagyon kemény. Arról szól, hogy a drogost húz föl az első fára. Mert nem érdemel kegyelmet. De mindennek az alátámasztása az körülbelül az, hogy a drog rossz. Azzal a karizmával, amivel Mr. Mackey, a South Park iskola pszichológusa kampányol a drogok ellen, nagyjából azzal húzzák alá, viszont azzal a düvel, amivel egy jó szélső jobboldali rezsim az utcákon viselkedne. De tudod, nem azt mondja, hogy a drogdílert, a drogkereskedőt húz fel az első, mert a drogosat. Ja. Sat. Na most ennek ellenére, hogy nagyon jól megfog ilyen, most ott éppen akkor a jobb oldal
ként azonosított motivumokat. Ennek ellenére én azt hiszem, hogy a liberális jelöltben, vagy a demokrata éppen regnáló szenátorban is találunk elég megfigyelni valót. Ugye ő az, aki húzza az oktatás kártyát és lobogtatja, ő az, aki húzza az egészségügy kártyát és lobogtatja, és ő az, aki szerintem pontosan tudja, hogy nem fog tudni a hajléktalanokon segíteni, de olyan pénzalapra hivatkozik, ami azt mondja, hogy ott már rendelkezésre áll, mit tudom én, 200 millió dollár, hogy ezt a kérdést rendezzük, és legyen hova menni. Remélem, hogy az elnök úr nem tervezi azt is a honvédelemre fordítani. Ő pontosan tudja előre, hogy egy olyan pénztárcáról beszél, amit ő nem fog tudni kinyitni. Ezzel reményt kelt az emberekben. Magát ugye beállítja egy ilyen mélyen szociális alapokra építő és az alapján döntéseket hozó jelöltnek, de ugyanolyan romlott, mert valami, tudod, egy olyan forrásból ígéri a szebb jövőt, amihez soha nem fog hozzáférni, és már előre megvan annak a forrásnak a gazdája is, aki majd az oka lesz annak, hogy hát megint nem sikerült a hajléktalanságot rendezni. Jó pár ciklus óta szenátor. Míg Bob Roberts meg alulról jön. Alulról, de hát mennyire van lent a Wall Street? Na, annyira jön alulról, amennyire lent van a Wall Street. Oldalról jön. Igen. Minden esetre ebben kifejeződik ez a republikánus párti elitellenesség, ami maga a trumpizmus. Bizonyos értelemben maga az orbánizmus. Ez a Brexitnek is ez a szelleme. Hogy jobbról jön a élveteg liberális elitekkel szemben, akik csecsemőket esznek. Jön valami alulról, legalábbis azt állítja magáról, hogy alulról jön, és az erkölcsforradalmát hirdeti. Miközben hát valami kénszak szivárog valahonnan. Ugye az embernek az érzése, hogy itt valami gyalázatos hazugság húzódik a háttérben, de hogy ez mi, az egészen a filmnek a végéig várat magára. Mi az a bizonyos titok, az a bizonyos gyalázatos titok, ami a hősünket jellemzi, meg amit a hősünk elrejteni próbál, meddig mész el a hatalomért? És hogy erre a kérdésre egy igazi populista egyféle választ adhat. Akár meddig és azon is túl. Tudja, az az igazság, hogy az adófizetők titkos háborúkért fizetnek, amit olyan országokban vívnak, amelyekről nem is hallottunk. Közép-Amerika, meg azután ott van Chile, Indonézia, Afrika. Eddig az amerikaiak csak azokért a háborúkért fizettek, amelyek során a hazafiak csempészték a narkót, és azt nagy élvezettel el is fogyasztották, de most... Tudja, most az a helyzet, hogy mindannyian adóformájában fizetünk a kábítószercsempészeknek, hogy fedezzék a hitelcsalásaikat, amelyek során megfújták más emberek pénzét, és azt kábítószercsempészésbe fektették. És lásd csodát, egy látszólag megoldhatatlan kábítószer problémával állunk szemben. Az előbb felnevettem, Robi, amikor a kénszagot említetted, mert ez elhangzik a filmben. Érdekes, ahogy a demokraták kezelik kommunikációs jellemvonásokkal az ellenfeleiket, meg érdekes, ahogy a republikánusok. Ugye itt ez a regnáló szenátor azt mondja, hogy hát valami kénszagot éreztem a levegőben. Tehát itt olyan szinten szó szerint démonizálja a vele szemben fellépő indulót, hogy hát ő nem akarja megmagyarázni, nem tudja, hogy ez jelente valamit, de amikor ők egy térségben, egy szobában tartózkodtak, ott kénszag volt. De mindannyian érezzük a kénszagot, a néző is érzi a kénszagot. Magának ennek a troll politikának, meg a trollságnak a kulturális szerepében, amikor még csak nem is politikai alternatíva, még csak nem is tartozik hozzá egy szenátorjelölt, vagy egy elnökjelölt, már érezzük a kénszagot. Érzed, amikor nem így vagy az Elon Musk-kal? De. Ugye, hogy amikor én csak így tudom mondani, hogy valami nincs rendben, hogy valami off, valami nem őszinte, nem néz úgy a szemedbe, valami más a szándéka, mint ami a száját elhagyja. Amikor az étoszt föláldozzuk
az egyéni ambíciónak, a narcizmusnak. Minek az étoszát? Tulajdonképpen akármiét. Amerikáét, a Fehérházét, a tudományét, a józan észét. Ezeknek mind étoszuk van. Ez teszi a nyugati embert azzá, ami. Azzá a civilizált emberré, amelyik hát azokat a hatalmas eredményeket elérte, hogy hát mostanra ez a globális nyugat a világ civilizáció. Mindezeknek a felmondását érezzük. Mindezeknek a, ezeknek a közös étoszoknak, amik tulajdonképpen konszenzuálisak. A konszenzusok felmondása a konfliktus által szerezhető befolyás és a konfliktus által szerezhető presztízs szellemében. Hát az Elon Muskról nekem mindig egy James Bond főgonosz jut eszembe, és hát egy tipikus... Csak színészek, nyugi. Igen, ha lennének, mindent elhinni, Péter. Igen, tudod, ha lennének, a Marsot akarnák terraformálni. De azért a 20. századi Amerikában, amikor megjelentek ezek a szupermilliárdosok, tehát a hatalmas tőkések, a pénz napóleonjai, ugye Henry Ford is ilyen volt, és lehetne még sorolni ezeket a nagymilliárdosokat, és megjelenik az az igény, hogy akkor szedjünk szét egy Loire-völgyi kastélyt, és téglánkét vigyük át az Egyesült Államokba, hogy ott újra összerakjuk. Ez már egy ilyen korai koruknak az Elon Muskjai, ezek a figurák. Róluk forgatta ugye az Aranypolgárt, az Orson Welles. Tehát a Charles Foster Kane már a kritikája és a paródiája volt ennek a típusnak, aki a médiából érkezik, és aztán politikus akar egyébként tulajdonképpen lenni. A Berlusconi személyében el is jött. El is jött értünk. Ez a média mogul, aki a média befolyását politikai tőkére váltja és sikerrel. Az az érdekes, hogy A Silvio Berlusconi volt az innovátora ennek a troll politikának. Ő volt a nulladik számú troll politikus, évtizedes, sőt már mondhatom, hogy másfél évtizeddel megelőzve a korát és megelőzve az utódait. Ő volt az, aki egy médiabirodalmat vezetett, ami az ő politikusi ambíciói szolgálta, és aki a sportot, az AC Milánt is beállította. Igen, és ő volt az, aki a jobboldaliságot, meg a konzervatívságot, meg a kereszténységet, minden ehhez tartozó attribútumot hazudta. Egy élveteg, milliárdos, aki egy rossz poénér föláldozza a saját presztízsét, mert az sincs neki. Odaáll egy rendőrnő mögé, aki éppen a nem tudom én, a rendszámot jegyzi föl, és odaáll mögé, és ilyen kúró mozdulatokat tesz. És ez az ember lett Olaszországnak a miniszterelnöke, és ez az ember lett az unió soros elnöke, és ez az ember lett a jobboldali politikának az új térfoglalója. Többek között annak köszönhetően, hogy ő volt az, aki meghirdette a Forza Italia mozgalmát, tehát a futball szurkolói kultúrát, ahol te azonosulsz a csapattal, ha jó, ha rossz, azt átvitte a politika. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok. Az Orbán ezt vásolta, átvitte a politika világára, ahol neked akkor is azonosulnod kell egy párttal, tök mindegy, hogy mi a politika, mert te identitás alapon válasszál pártot, és ne a pártprogram alapján, és innentől kezdve már egy hajrá, vagy egy igen, folytatjuk, vagy bármi, az már elég ahhoz. És hát az Orbáni politika az lényegében, mert ez már tök mindegy, hogy mi a pártnak a politikája, én fideszes vagyok, ez egy identitás, és én azonosulok ugye Orbán Viktorral, aki Berlusconit követte, aki meg követett korábbiakat, tehát mondjuk Charles Foster Kane-nek az ambícióit. Visszatérve a kommunikációs húzásokra, amik, hát gondolom, hogy ők úgy olvastak, hogy az egyik oldalra jellemző, a másikra. Itt a demokrata jelölt, ő egy ilyen kedves öreg riporter bácsi, aki sose mondana ugye rosszat, és így mond rosszat. Ő azt mondja, hogy ő igazából nem is érti, ő nem akar rosszat mondani, de hát a tisztelt jobboldali jelölt az érzelmekre hat, és meg kell hagyni, hogy ebben nagyon jó, tudod, elismer, miközben vádol, de ugyanebben az interjújában említi a kénszagot, csak úgy száll azért ki belőle, hogy a vége az egy ilyen elismerés. Mint egy Charles Foster kényszagot érzünk ebben. Most ezzel szemben van ez a jelenet, amikor végre bejut ez a veteránnak tűnő, de egyébként közel-keleti származású ilyen újságíró, hogy interjút készítsen, és akkor ő ráönti a kellemetlen kérdéseket a szenátorjelöltre, Bob Robertsre, miközben az próbál kislisszolni valami hátsó kiáraton, de tudod, pont a testőrsége
annyira balfék, hogy nem találja meg az épületen belül a megfelelő útvonalat, és egyre feszültebb a helyzet, a kamerák követik. És érdekes, hogy amint kellemetlenné válik a helyzet, ez a jobboldali politikus azonnal az objektivitást kéri számon az újságírón. Tehát, hogy azt jelenti az objektivitás, hogy velem értsél egyet. És érdekes, mert nálunk ez egy baloldalon alkalmazott dolog, hogy objektivitást kér számon. És aztán azt mondja, hogy nem nyilatkozok ilyen sajtónak. Na ez mondjuk, hogy jobboldali oldalon elinduló fordulat volt nálunk. Én csak azért, de aztán nem biztos, hogy igazam van, hogy az objektivitás számonkérése az nálunk balos, itt pedig egy jobbos, de ha ez így van, akkor azért figyeljük meg, hogy ezek szerint ezek kis fegyverek, ezek kommunikációs fegyverek, amiket... mivel mi importáljuk a külföldi politikát, hiszen ott már annyi minden megtörtént, hogy még mindig akad olyan lap az ő történelemkönyvükben, amire a következő választási kampányt fel lehet húzni, hogy hát az az oldal tulajdonítja el azt a fortét, amelyiknek előbb jut eszébe, vagy előbb nézett utána, hogy jaj, hát mi még objektivitásra, gyerekek, még soha nem is hivatkoztunk, amikor nem akartunk válaszolni. Hát akkor ezt kezdjük el mi. Jaj, mi meg még sosem mondtuk azt, hogy bizonyos médiumoknak nem kell nyilatkoznunk, mert ők hitelüket vesztették, hát akkor ezt megkezdjük el mi? Itt a konszenzusok felmondása zajlik. Ugye az is egy konszenzus volt, hogyha egy újságíró kérdez, tök mindegy, hogy miféle újságíró, annak válaszolni kell, mert te egy közszolga vagy, az meg egy újságíró. Ez egy konszenzus volt. És aztán jött ez a fajta magatartás, mint egy a média és a hatalom közti minimális konszenzusnak a felmondása, hogy bármikor, amikor kellemetlen kérdést kapok, nem a kérdésre válaszolok, hanem a kérdezőnek, a kérdezőt kérdőjelezem meg, a kérdezőt vitatom el, azt mondom, hogy ez egy fake news média. Ez nem hiteles média. És ennek én nem nyilatkozom, mert ha nyilatkoznék neki, hazugsággá torzítaná, deformálná azt, amit én mondok neki, kvázi asszisztálnék az igazság kiforgatásához. A legtöbb, amit tehetek a nyilvánosságért, hogy nem nyilatkozom neki, és ezáltal kvázi kirostálom a kapitalizmus erejével. Mint egy perifériára szorítom, azt mondom, hogy te nem vagy érvényes kérdező, ennek megfelelően te nem érdemelsz választ, ezzel szolgáljál az olvasóidnak, ja, hogyha tőled nem jutnak válaszokhoz, majd valaki mást keresnek, pont ezt akartam. Ő nem az átlagember képviseli, hanem az üzleti érdekeket. Fető disznó az ország székele. Csak saját maga és a pénz érdekli. Ezért vagyok itt. Valamit csak tenni. Csak tömegel a hagyományos amerikai értékekről, de még nem árult el, mire gondol. Mint a hagyományos amerikai érték lenne a bizalmatlanság, a mahóság. Azokat nevezi ki bűnbaknak, akikről tudja, hogy nem fognak reagálni. Szerinte valamennyi problémáknak a társadalom peremén élők az okai. Mintha a nőt hibáztatna az erőszakért, vagy a halottat a gyilkosságokért. Én úgy tanultam, hogy a hagyományos amerikai értékeknek van valami közük a jósághoz, az egyenlőséghez és a szelítséghez. Hagyjuk az emberi jogokat, hagyjuk a nők jogait, hagyjuk a hajléktalanokat, ezt mind elfelejthetjük. Zsebre fogják tenni a mi pénzünket is, és felhasználják a saját céljaikra. Rovers nem az embereket képviseli, hanem saját magát és azokat, akik nagyjátették. Egy darab marhatús emlékeztet a hentes kirakatában. Mindig azt csinálják, hogy a szép darabot felülre teszik a pénzeseknek. De a szép darab alatt mindig bűzlik valami. Filmet, a Bob Robert című 92-es filmet, valamint mondjuk a Halott ember című sírolomház drámát megnézve. A Dead Man Walking, ez a Ments meg uram magyar címmel. Ez a címe, igen. Igen, mert a Halott ember az egy Jim Jarmusch film.
ezek alapján akár a 90-es évek Orson Welles-e is lehetett volna Tim Robbins, akit ehhez képest romantikus vígjátékokban, komédiákban, tucat szerepekben alkalmaztak, és ez megméri Hollywoodot, hogy egy ilyen szintű zsenit milyen szerepre tartott alkalmaztak. Azért szerintem a Nagy hal az egy olyan történet, aminek a mesén kívül sokkal nagyobb tanulsága van, és a Shawshank Redemption az pedig nem is tudom, tudod, egy, az meg hát egy olyan figyelemmel fordít a szerző felé, segítsetek a horror szerzővel, Stephen King felé, hogy nocsak, akkor én itt valakit egy skatujába zártam. Hát igen, de a helyzet az, hogy... De mindkettő romantikus hogy, egyébként. Igen, hogy későn jött alkotó, vagy rossz kor, tehát egyszerűen Hollywoodnak rossz időszakában, abban az időszakban, amikor a szórakoztatás kiszorította a katarzist. És a Tim Robbins a 90-es években egy jelzőfény volt, és az a jelzőfény nem kellett a demokrata párti Amerikának. Lehet, hogy korán jött egyébként, mert a Michael Moore helyett is jöhetett volna éppen. Hát igen, beljebb lennénk. Bár a 80-as évek végén tűnt fel a Michael Moore a Roger és Ian című filmjével, ami kifejezetten Detroitról szólt, Michiganről, és arról pont a rozsdővezetről, hogy hogyan tűnnek az autógyárak, hogyan zárnak be, és milyen munkanélküliség van, és végül elmegy a Ford központba, és megpróbálja számon kérni Michael Moore a Ford vezért. Még nem olyan típusú propagandát nyomott, mint amely ez eljutott a 90-es évek végén, 2000-es évek elén, sőt, hát a Michael Moore-nak a Trumpland című filmje az egyenesen nézhetetlen. És hát ez a Tim Robbinsban a baloldaliság és a kereszténység, ez a keresztény baloldaliság, ami amerikai kontinensen a katolicizmus keretei közt sokkal inkább meg tud valósulni, mint a protestantizmus keretei közt. Ugye Amerikában, az Egyesült Államokban az államvallás, az ez a nonkonformizmus, ennek megfelelően a katolikusok nem csak Latin Amerikában, hanem az Egyesült Államokban is jobbára baloldaliak, ez innen Európából nézve furának tűnik, de hát itt Európában meg pont azok voltak perifériára szorítva, akiknek át kellett kelniük az Atlanti-óceánon a vallásszabadságért, aztán ott ők lettek azok, akik a maguk vallásszabadsága mentén szorítottak ki minden mást. Akárhogy is ateista, militáns ateista, és az ateizmusával eszmét és világot formálni vágyó demokrata szellemmel szemben a demokraták ekkoriban kezdődött a Clinton éra, választhatták volna akár ezt a baloldali keresztény szellemet. Hát ez nem így lett. És ez tulajdonképpen egy holtággá vált, amiből nem lett politika, amiből nem lett identitás, pedig ha lett volna, hát alig ha zajlott volna le a jobb oldalon ez a radikális fordulat.